keeping it real, you know what I'm saying? Go. Kedves nézőmet, ismételten Farm Simulatorral jelentkezem. Ahogy megígértem, minden hétfőn megpróbálok csinálni részt. Kicsit későn lesz föltöltve, mert ugye itthoni internettel sokkal lassabb, mint a budapestivel, úgyhogy azzal egy kicsit hosszabb idő. Igazándiból az a problémám, hogy esik az eső a játékban. Ezt most nem is mosom le, nem is érdekel. Úgyhogy az a baj, hogy nem tudunk aratni. Nem tudunk betakarítani. Hát ez itt éppen végzi a kis munkáját. Igen. Tudom, hogy ezt a két eszközt megvettem és végül még mindig nem használtam. Ezt akarom kipróbálni, hogy ez már működik. Nem működik, mert azt mondják, hogy ki kéne üríteni valahogy. Bálázógép bekapcsolása. Bálázógép becsukása. És kiürítése nincsen. Nem tudom kiüríteni ezt a kis szart. Jó, ezzel éppen egy betolatást próbálkoztam meg. Megkísérelni. Akkor hajtsuk is végre. Igazándiból szerintem készen is be is tolattam. Na, meg közben átrendeztem azóta a szobámat, úgyhogy most már kicsit máshogy van minden. Bár ez titeket nem érint, mert úgyse láttátok eddig. Némileg több hely, hát nem is az, hogy több helyen van, hanem máshogy van elrendezve, egy kicsit jobb. Na, és akkor azt mondja, hogy bál a kirakodás, O betűvel. Szépen szétnyitja magát, meg minden. Akarom nézni, nem menjek már neki semminek. Szépen neki tolatok, neki megyek. Neki fogok menni. Neki mentem. Nem is jó helyre jön be egyébként ez a cucc. Na mindegy. Jó, itt fogjuk kirakodni, azt mondja. Bál a kirakodása itt. Jó. Szépen megindulok vele előre. És akkor ezzel ki tudok jönni? Ezzel hála égnek ki tudok jönni belőle. Úgyhogy egy X-el zárjuk is össze. O betűvel kell összezárni, na mindegy. Na, hát igen, egyébként kértétek, hogy most már kukoricát arassak meg. Ops, meg egy pár ilyen dolgot kértetek. Pontosabban már azt nem is tudom, hogy mi volt. Az még egy kicsit odébb van, mert most esik az eső, úgyhogy ez most nem fog, az nem kivitelezhető. De ha abba hagyja az eső. Tehát ma magyarul ebben a részben most ezt nem tudom megoldani, mert esik. Úgyhogy nem, de majd egy másik részben, amikor már nem fog esni, akkor azt el tudom intézni. Valószínű a következő részben már nem fog esni, mert csak ezen a napon esik. Mármint, hogy igen, tehát hogy ugye a játékban beli cuccba ezen a napon esik. Kicsit gyorsítsuk már föl 15-szörösre.
Úgy még menne is az idő valamennyire. Nagyon megéri egyébként szélerőművet venni, mert hozza a pénzt, mint állat. Jó. Igen. Ennyi. Nem tudom még mit akartam mondani ezzel kapcsolatban. Szóval, akkor összeszedem most itt a maradék bálát, ami itt maradt az út végén. Mondjuk nem tudom, minek kanyarodtam le, ha ezt tudok elvinni. Itt már nőnek be fel a dolgok, már itt igazán be vannak nőve, kikapcsoltam az elszáradást, úgyhogy azzal most nem lesz gond. B betűvel kellene kinyitni ezt a kis cuccot. És... igen, próbálok megállni, csak hát ugye a lendület, meg ilyenek. És összekapargálom. Tény, hogy most nem esik az eső már, de most ez nem fog összejönni. Jó, közben lezúzom a mellettem lévő járművet. Nem lenne ezzel gond, ha nem lenne az is az enyém. Most mit szerencsétlenkedek, hogy ezt egy árva cuccot ott felszedjem. Most már igazán felszedhetnék, de elég közel vagyunk hozzá. Azt szed már föl. És nem szedik föl, beszarok. Na végre. Ez már kikanyarodtam abból a sávból, aminek kellett volna jönni. Jó. Elég hosszú melóerőket összeszedni. Jó. És akkor ezt szintén elviszem ugyanoda. Sajnos nagyon más hely nincsen, ahova elérhetném. Mármint, hogy most más nincs, amit tudnék csinálni. Csak ez, úgyhogy most ez így marad. De nem baj, ezt is be kell egyszer fejezni. Az a baj egyébként, hogy tényleg megközelítőleg 20 perc alatt nem lehet túlzottan nagyot alkotni. Csak akkor, hogyha folyamatosan csinálok valamit, és 20 perces részeket látok belőle. És ez így elég gyenge. Ilyen unalmas, meg kevés, meg ószar. Nem, úgyhogy mindegy. Erre nem baj. Lényeg az, hogy a bálák egy helyen lesznek, ott, ahol szükség van rájuk. Ez majdnem. Viszont már igen. Nagyon jó. O betűvel kell kinyitni, ugye? Mindig megijedek, hogy ilyenkor beakad, de nem ilyenkor, csak megállítja, mert alulról ki kell szedni ezt a cuccot. Na jó. Elkezdek betolni.
szépen látom, hogy jön, igen. Így akkor O betű. Szépen elindulok. Ki tudok jönni. O betű, és mehetünk tovább. Úgyhogy ezzel is meg vagyok. Egyébként lehet létrehozni földeket, tehát kapával lehet, be lehet kapcsolni azt a módot, amikor te csinálsz külön földet, és akkor azzal meg lehet azt csinálni, hogyha valamelyik föld nem elég nagy, akkor azt kiszélesíteni, vagy hasonlók. Kár, hogy aszfaltozógép nincsen, és akkor ilyen aszfaltutat aszfaltozni. Ja, igen, tényleg kaptam egy módot, azt majd ki fogom próbálni, még nem volt szerencsém kipróbálni. Elméletileg állatokat helyez le random a pályán, az erdőkbe remélem, mert ne a mező közepére rakja már nekem. Úgyhogy azt ki fogom próbálni, hogy az milyen, mert hogy ugye mondtam, hogy azt hiányzik nekem a játékból, hogy úgy kicsit legyen környezet, mert így nagyon ilyen halott a játék, mondhatni így is, hogy így nincsen semmi. Hiába vannak ott a tehenek, meg ízék, de hát azok mindig csak a karámba vannak, meg ilyenek. Úgyhogy az az érzésem, hogy még egy kanyar lesz ebből, mert hogy hiába van itt ennyi bála, ez pont egy kocsira fölfér, és még marad pár. Úgyhogy lefogadom, hogy még marad. Már 40%-on vagyunk. Már most 50-en, és akkor még mindig nagyon sok van. Ez még egy kocsinyi lesz. Legalábbis nem biztos, hogy a következő kocsinyi teljes egész darab lesz, de lesz ez a lényeg. Nagyon kövec. Aha, igen. Jó, 100%. Szoktátok kérni, hogy nem használom a belső kamerát, ez jogos. Kérdezitek mindig, hogy mivel lehet bekapcsolni a tükröket. Aztán azzal, hogy beállított teljes grafikára a játékot, azzal be lehet kapcsolni a tükröket, és akkor lehet rendesen manőverezni, lehet rendesen látni, mi van mögöttünk. Bár ezt a tükröt én nem értem, mindegy. Mármint, hogy ezt itt, ami itt van mögöttem, az mire jó. Meg így egyébként könnyebb vezetni, mert így látod, hogy meddig fordul a gép. Jönnek mögöttünk, jaj de jó. Most elmegy mellettünk egy kocsi. Hát mondjuk én ezt nem láttam a tükörből, na mindegy. Hát nem valószínű, hogy tükörből be fogok nektek állni. Igen, bár az nagyon menő lenne, de nem. A tükörből nem is, de így be tudok. Jó, bement. Többet látok, hát nem. Nem látok többet. Jó, maradjunk abban, hogy ezt külső kamerába fogom megoldani, mert nem akarom leborítani a többit. Az pek. Na, lassan, nyugi van. A hülye tehén izék, tehenek,
búgnak és olyan hülye hangot adnak. Meg ez a kamera itt a izé miatt. Igen, beparkolhattam volna rendesebben is. Mindegy. Itt egy kicsit elég nagy köz marad a kettő között. Ó betűt le is rakjuk. Kifordulok. Ó betű össze is csukjuk. Ja, nem lenne szerencsés, hogyha beakadna ez a cucc. Hála égnek nem akad be. Úgyhogy ezzel így ki is van küszöbölve ez a probléma. Úgyhogy nem gond. Nem probléma. Hát sajnos szerintem nem is nagyon fogok tudni most ebben a részben más csinálni, mint még azt az egy adagot fölpakolni a kocsira. Hiába vágom le az utat, hogy rövidebb legyen. Nem fog menni. Semmi probléma, megoldjuk. Bébet, ezt már most már nyithatom. Igen, ez egy ilyen kevés mennyiség. És akkor így értelemszerűen a következő videó van, nekiesek a kukorica betakarításnak. Viszont ezt a gépet nem is viszem el odáig, miután úgyis itt a parkolóhelyünk helye. Nagyon szépen beparkolok ide. És akkor ez egy félig megrakodott gép. Igen, a B betűt zár már be. Nem ezt szállják ki. És akkor ezt meg rakjuk már rendben, mert össze-vissza áll. Mert neki mentem párszor. Meg egyébként nem is tiszták. Szépen be is parkolunk. Ez a gép is a jó helyen van. Most egy jó ideje már nem készítettem ilyen mentésfájt, amiről tudnátok folytatni, úgyhogy ez kicsit problémás lesz, mert itt elég sok dolog történt azóta. Viszont ez ne legyen probléma. Nem lesz. Ugye eltérhítottuk innen a dolgokat. Én pedig köszönöm szépen a figyelmet, és a következő videóban pedig a kukoricával fogjuk folytatni, úgyhogy nem lesz itt baj. Jó, sok szélerőmű ott a háttérbe. Nagyon jól néz ki. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, és a következő videóban innen fogom folytatni a cukor, mit cukrozok én, öcsém? A kukorica betakarítással. Ezeket a gépeket még nem használtam, de majd most már nem sokára fogom. Úgyhogy nem lesz ez se probléma. Itt a három kamionom, föl vannak készítve a betakarításra már, hogy hajtsuk az ipart, vagy toljuk az ipart, vagy hogy van, mindegy.
Köszönöm szépen a figyelmet! És csősztök!